Robotizált CNC élhajlító a Nyírlift Kft. Új üzemében. A csúcs technológiás gép egy műszakban gyárt le annyi alkatrészt, amit korábban heti 7 napban 3 műszakban tudtak csak előállítani. A nyíregyházi cég összesen közel 3,5 milliárd forint értékben fejleszt. Ez a 2500 négyzetméteres üzem, a gépek egy része és a kiszolgáló helyiségek adták a beruházás első ütemét. A vállalkozás ezzel profilt is bővített, a legnagyobb hazai tulajdonú felvonóipari cég itt már lemezmegmunkálást is végez. A fejlesztés második ütemében újabb bővítés és tevékenység következett. Ezzel az ütemmel már az autóipari szegmens próbáljuk erősíteni. Ez lesz a harmadik üzleti lábunk. A kataforikus KTL felületkezelés, ez egy különlegesen gépipar, mezőgazdaságipar, de inkább autóipar számára nagy hozzáadott értékkel bíró beruházást képvisel. Ezzel párhuzamosan megvásároltuk a mellettünk lévő 11.500 négyzetméteres területet, ami későbbi fejlesztési terület is lehet, de erre már most telepítünk 7 darab 500 négyzetméteres raktársátat, 10 darab raktárkonténert, de ami nem annyira látványos és szintén a beruházás kereteiben kerül megvalósításra, az a új vállalati irányítási rendszer. A fejlesztés sorozatról tartott tájékoztatón elhangzott, Nyíregyháza gazdaság élénkítési programjának jó példája a helyi cég fejlődése. Legmodernebbnek számító robottechnikát alkalmazzák, új munkahelyeket hoznak létre, és nagyon rugalmasan, szervesen kapcsolódnak az iparipar fejlesztésükhöz, és az iparipar fejlesztésük azért is volt nagy szükség, nem csak területszerzés miatt, hanem a közműkapacitások kiépítése érdekében, mert például villanyáramuk nem biztos, hogy lett volna enélkül. És az is egy nagyon jó példa, hogy itt most befektető nagy külföldi cégekkel már üzleti kapcsolatban vannak, amit szoktam mondani, hogy úgy terveztük az iparipar fejlesztést, hogy a helyi cégeknek, a helyi gazdaságnak is jelentsen új piacokat. A beruházást helyszíni bejárása mutatták be a cégvezetői. A vállalat jelenleg 100 fő alatti foglalkoztatotti létszámmal rendelkezik, a tervek szerint azonban 2026-ra 160 főre emelnék munkavállalóik számát.